Egykori diáktársukra, Magyar Katalinra emlékeztek a Bolyai iskola tanulói ma délelőtt az intézmény udvarán. A fiatal lány 1956-ban egy mentőautóban vesztette életét, amelyre egy szovjet kocsi rálőtt. Az akkor 16 éves diáklány önkéntes ápolóként dolgozott a forradalom idején. A Bolyai iskola kiemelten fontosnak tartja őrizni Magyar Katalin emlékét. Ő nem volt hős, egy egyszerű fiatal lány volt, mégis sokat tett emberszeretetből, hazaszeretetből, és azt gondolom, hogy a mai fiatalok számára fontos a példaadás, és hogy egy ilyen emberre megemlékezünk, hogy tudják és tisztában legyenek azzal, hogy milyen hősök, hétköznapi hősök jártak az iskolánkba. Az ünnepségen az intézmény 5. osztályosai adtak műsort. Azt mondod haza, s látod a térképet, a folyók a tavak kékét, a völgyek síkságok zöldjét, a falut, ahol születtél. Majd pedig Simon Zsuzsanna méltatta az önzetlen, hazaszerető fiatal mártír emlékét. Katalin azokat az orosz katonákat is ellátta, akiket a többi ápoló nem volt hajlandó, hangsúlyozta a Moson-Magyaróvári 56-os Egyesület titkára. Katalin már ekkor is kitűnt közöllük, s ennyit mondott. Itt nincs ellenség, csak sebesültek vannak. Ez a magatartása váltotta ki az orosz katonák szimpátiáját Katalin iránt a kórházban. Szülei kérlelték, ne menjen vissza Budapestre, maradjon itthon. Féltették leányokat a harcban álló fővárostól. Katalin csak ennyit mondott. Megígértem, hogy visszamegyek. Becsület is van a világon. A diákok Magyar Katalin életrajza mellett már azt is tudják, hogy mit tanulhatnak egykori diáktársuktól. Magyar Katalin nagyon fiatalon meghalt hősi halálban. Szerintem az önfeláldozást és a büszkeséget tanulhatjuk tőle. Minden évben megünnepeljük ugye itt a Kisbolyaiba a Magyar Katalint, és nagyon büszkék vagyunk rá, mert hát egy óvári lány elment Budapestre, hogy harcoljon. Az ünnepség végén a megemlékezők elhelyezték koszorúikat a 16 éves mártírlány, egykori bolyai is diák, Magyar Katalin előtt tisztelgő emléktáblán.